Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Városrésztől rezsitől függ a bérleti díj. Már keresik a pécsi kiadó lakásokat az egyetemisták. Római katonák, patriciusok, plebejusok Pécsen. Szopiánét idézték fel a hagyományőrzők a városban. Egyensúlyban a természettel megvalósítható a fenntartható fejlődés. Kábítószerkereskedői hálózatot számoltak fel Dél-Baranyában. Jóval 100 ezer forint fölötti bérleti díjra kell számítaniuk a kétszobás panellakásoknál is, ha az egyetem közelében akarnak megszállni a hallgatók. Bár tavasszal többet kértek a bérleményekért, így sem lesz olcsó a lakhatás a Baranyai Vármegye székhelyen az egyetemen tanuló hazai és külföldi diákoknak. A családi házak tartják árukat, tudtuk meg a szakértőtől. 100 négyzetméteres kétszobás lakás a pécsi belvárosban 200 ezer forint bérleti díjért, 150 négyzetméteres háromszobás, mecsekoldali lakás havi 180 ezerért, de az egyetemi karokhoz közeli Rókusdombon újépítésű kétszobás 75 négyzetméteres lakást már 260 ezerért hirdetnek havonta. Az orvosi kar melletti 54 négyzetméteres kétszobás panellakásért is elkérnek 150 ezeret ennek az ingatlan közvetítő irodának a kínálatában. Az ingatlan szakértő azt mondja, a júliusi árak már alacsonyabbak, mint amik tavasszal voltak. Volt olyan, aki 220 ezer forintért volt hirdetve, és 150 ezer forintért lett kiadva. A figyelembe vették ugye a rezsit is, és figyelembe veszik azt is, hogy két havi kauciót kell fizetni. A tulajdonosok pedig azt veszik figyelembe, hogy milyen referenciával érkezik az albérlő, mit tud felmutatni, milyen foglalkozása van, vagy hogyha külföldi diák, akkor ugye, hogy melyik országból érkezik. Természetesen, hogyha harmadik országbeli, az is lehetséges, de ők már hoznak magukkal egy referencia levelet, hogy hol voltak, és hogy mi, hogy hagyták ott a lakásokat. Az előbb bemutatott Rókusdombi 260 ezeres albérleti lakást éppen csütörtökön adták ki. Ez még ilyen áron is piacképes volt. Az egy újépítésű lakás, és az azért, mert nagyon közel van az egyetemhez, és az újépítésű lakásnak olcsóbb a rezsie. A használt belvárosi lakásoknak magasabb a rezsi, illetve ugye a tulajdonos szeretné a fix albérletet nagyon sok helyen, de az albérlők ezt nem mindig fogadják el, és akkor vagy van egy kompromisszum, vagy pedig addig kell hirdetni az albérletet, amíg ezt el nem fogadják. A fix rezsit a belvárosi gázfűtésű ingatlanoknál kérik. Ez azt jelenti, hogy télen-nyáron ugyanakkor a rezsiköltséget számol fel a bérbeadó, így biztosítva, hogy a magasabb fűtési számlákra meglegyen a pénz. A bérelhető családi házak keresettek Pécsen, mondja a szakértő, de ezeknek ára van. Nagyon sokan keresik a családi házat, nagyon sokan szeretnének családi házba menni, de elég magasak a bérleti díjak a családi háznál, az elég jót tartja a bérleti díjat, azokat elég szépen ki lehet adni 400-500 ezer forint plusz rezsiért. Ezek már 4-5 szobások, legalább 250 négyzetméter körüliek. A lakótér mellé jár a kerthasználat is. Az 500 ezres bérleti díjért már úszómedencés lakóház bérelhető Pécsen. Jelenleg már keresik a leendő egyetemisták a kiadó ingatlanokat, akár magyar, akár külföldi hallgatókról van szó. Azonban sok bérbeadó éppen nyaral, ezért most nehezebb megnézni személyesen a kínálatot, mondja az ingatlanos. Változik a Tükebusz ZRT néhány autóbuszjáratának menetrendje 2023. július 17-től, olvasható a társaság sajtóközleményében. A nyári menetrendet érintő módosítások tervezetten a nyári szünet végéig 2023. augusztus 31-ig tartanak. Fontos szempont volt a járatok kihasználtsága, a megváltozott utazási igények figyelembevétele és a napi munkába történő el- és hazajutás kiszolgálása. 2023. július 17-től augusztus 31-ig a 2-2A és a 4-4Y vonalakon 8 órától üzemzárásig szabadnapoknak megfelelő rendszerességgel közlekednek a járatok. Az utasok visszajelzése alapján a 24B jelzésű, a 27-es, 40-es, 36-os, 37-es és 46-os járatok esetében is változik a menetrend. A Tükebusz ZRT többi járatán az indulási időpontokban nincs változás.
Idén már második alkalommal kell életre szopjálni. A római kort megidéző kórhű öltözékben vonuló hagyományőrzők csütörtökön tartották az eseményt Pécs belvárosában. Az olasz származású ötletgazda azt mondja, annyi római kori emlék van itt, hogy fel kell eleveníteni ezt az időszakot. Fotózzák a római kori páncélokat, sisakokat, felszereléseket az érdeklődők a pécsi Szent István téren. Még egy fegyverkovács is beizította utazó tűzhelyét. A technológia az nagyjából 2-3 ezer éve ugyanaz, tehát egy többlet levegővel a szenet, faszenet, vagy ugye a miénkorunkban a kokszot jobban megtápláltak levegővel, emiatt forróbban tudott égni. Ez nagyjából 1500-1600 fokot jelent. Ebbe föl lehet ízítani a vasat, amitől ez puhább lesz és könnyebb lehet alakítani. És ettől lehet kovácsolni, így működik az egész történet. Az meg, hogy mivé alakítjuk, igazából a hozzányúló mesterembernek a tudásán múlik meg a tapasztalatát. A vándorkovács műhely mellett a katonák sátra és felszerelése kapott helyet. Ez egy római hagyományőrző egyesület. A mai nap folyamán kitelepültünk ide, római vendégekkel együttműködve. Bemutatjuk a régi római kor felszerelését, fegyverzetét, hogy éltek a római katonák, légiósok és a pretoriánusok lényegében, akik mi alakítunk a pretoriánus első légiót. A cella Szeptihóra fedett területén is római kori bemutatót tartottak. Ételek, ruházat, női, illetve férfi viseletek. Ezeket láthatták a vendégek. Az életre kell szopjenne elnevezésű eseményt egy Pécsen élő olasz férfi ötlete alapján valósították meg idén másodjára. Kötődik a Pécs a római, mivel Adriános császár alapította meg, és mivel nekem nagyon sok római baráti, aki egyesületnek dolgozna, még ott tevenkednek, megjött az ötletet, építsünk valami Pécsen, és alapítottunk egy egyesület, és próbálunk egy kicsi népszerűsíteni ez a római kor, mivel megvan adva a lehetőséget Pécsen, sok római, romok vannak. A római katonák, patríciusok, plebejusok csapatát több hagyományőrző csoport tagjai alkották. Van egy római csapatunk, Rómába érkeztek ma két napa. Ő mennek utána tovább Romániába, ott lesz egy dákok aború, és most itt megállnak kettő nap velünk. Van egy siklosi leggyors, és utána van a pécsi Szopján Revivisit Egyesület, kb. 50-60 embere fog ma felvonulni. Stábunk még csütörtök délelőtt járt a helyszínen, a felvonulást híradónkkal egy időben tartják, így arról terveink szerint később számolunk be. Az elmúlt héten több sérüléses balesetnél is felmerült az ittasság gyanúja, adta hírül a polisz.hu. Baranya vármegye közútjain 2023. július 3-a és július 9-e között összesen 40 baleset történt, amelyek közül 12 baleset személyisérüléssel végződött. A sérüléses balesetek során 9-en könnyebben, míg 3-an súlyosan megsérültek. Ittasság gyanúja 4 esetben merült fel, idén már 18 olyan személyisérüléssel járó baleset történt, amelyet itt a sofőr okozott. A balesetek legfőbb oka a gyorshajtás, a figyelmetlenség és az elsőbségadás elmulasztása volt. Egyensúlyban a természettel. Megvalósítható-e a fenntartható fejlődés? Ezekre a napjainkban igen sokszor felmerülő kérdésekre kereste a választ egy szerda esti előadás. Litkei Máté, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének igazgatója interaktív előadása során a hallgatóságban felmerült kérdésekre is megadta a választ. A rendezvénynek az MCC Pécsi képviselete adott otthont. A jövőnket egyre inkább meghatározó kérdés, hogy tulajdonképpen mi is az a fenntarthatóság és megvalósítható-e hosszú távon. A jövőnk tervezése szempontjából tudnunk kell azt is, hogy mik a bolygó korlátjai, amelyek befolyásolják az emberi civilizáció természettel való viszonyát. Fenntarthatóság egy rendkívül összetett fogalom. Általában a környezeti fenntarthatóságot értjük alatta, vagyis hogy környezetvédelmi szempontból megfelelő legyen egy technológia, megfelelő legyen egy társadalmi folyamatnak a működése, de ennyiben nem merül ki a fenntarthatóság. A fenntarthatóságnak vannak társadalmi és vannak gazdasági szempontjai is, és ezeknek együttesen kell érvényesülnie. Általában azt szoktuk mondani, hogy ezeknek a metszetében, hogyha ezeket úgy képzeljük el, mint egy-egy halmaz, hogy környezetileg fenntartható, társadalmilag fenntartható, gazdaság, ezeknek a metszetében szerepeljen egy-egy
tevékenység, szolgáltatás, terméknek az előállítása. Az ökológiai rendszerek mindent magukba foglalnak, tette hozzá Litkei Máté. A Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézet igazgatója elmondta, az ember ezen belül is egy faj, és az emberi társadalom is a nagy ökoszisztémán belül működik. Az emberi társadalomnak egy alrendszere a gazdaság, ezért csak akkor lehet gazdasági fenntarthatóságról beszélni, ha a környezeti fenntarthatóság teljes mértékben megvalósul, tette hozzá Litkei Máté. De vajon kell az embernek félnie, vannak-e ráleselkedő végzetes környezeti veszélyek? Nagyon érdekes, mert az emberrel legveszélyesebb jelenség az nem a legveszélyesebb a természetre, ez a levegő minőség. A levegő minőségnek a romlása, a rossz levegő, az éves szinten a WHO becslései szerint 7 millió embert öl meg idő előtt, 7-es millió ember, ami óriási szám. Ez azt jelenti, hogy különböző megbetegedéseken keresztül, leginkább légúti megbetegedéseken keresztül, leginkább idős emberek, beteg emberek évekkel hamarabb halnak meg, mint ahogy egyébként a természetes életútjukat bejárnák. Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója egy közös gondolkodásra invitálta a közönségét, amely révén a hallgatóság betekintést nyerhetett abba, hogy milyen lesz a jövőnk. A programnak az MCC Pécsi képviselete adott otthont. A Pécsi Városüzemeltetési Társaság 2021-ben kezdte el a Malomvölgyi parkerdő megújítását. Akkor egy modern játszótérrel és egy napozóágyakkal felszerelt plázzsal gazdagodott a hely. A két tó körüli teljes turistaút megújult, 6 kilométernyi sétaút kapott kavicsos borítást. Tavaly előtt a gáttól északra elhelyezkedő parkolót is felújította a cég, valamint a zsíros dombi kilátó is megszépült. Új padokat és hulladékgyűjtő edényeket is elhelyeztek a területen. Az idei évben újabb fejlesztések indultak a park megújítási program keretében. A Pécs felüli kettes tó északi és nyugati oldalán egy-egy selfie pontot fognak kialakítani. A tó keleti partján elbontják a régi romos épületet, illetve egy újabb játékelemmel bővül a félsziget játszótere is. A kökény felüli kis tó játszótere teljesen megújul, itt jelentős fejlesztés várható. Többek között egy hatalmas vár és egy játszóhajó is megépül a gyerekek örömére jövő év tavaszáig. Emellett egy játékos, a tavakban élő halfajokat bemutató, fából faragott tanösvényt is kialakítanak, írja a Pécs Aktuál. A Siklósi járási ügyészség többek között kábítószerkereskedelem büntette miatt emelt vádat 6 személlyel szemben, akik kábítószerkereskedői hálózatot működtettek az ormánságban. A vádlottak által elkövetett bűncselekmény többek között a kábítószerkereskedelem büntettének megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény büntetési tétele 2-8 évig terjedő szabadságvesztés. Kábítószerkereskedőkre csapnak le a rendőrök ezeken a korábbi felvételeken. A most felszámolt kereskedői hálózat elfogásáról nincsenek felvételek. A vádirat szerint a vádlottak, akik a délbaranyai ormánság falvaiban éltek, többsége állandó jövedelemmel nem rendelkezett, alkalmi munkákból, szociális ellátásból éltek, azonban rendszeresen fogyasztottak kábítószert, illetve pszichoaktív anyagot. 2021 májusában a vádlottak egyik elhatározta, hogy nem csupán fogyasztó lesz, hanem a környező falvakban pszichoaktív anyagot, úgynevezett kristályt fog értékesíteni. Abból a beszerzési forrásból, ahol eddig saját magának szerezte be a kábítószert, illetőleg a úgynevezett kristály anyagot, ezt követően nagyobb mennyiségben vásárolt, és elkezdte teríteni a falujában, illetőleg a szomszédos falvakban is. Ennek során ismerkedett meg az ügy 5 másik vádlottjával, akik kezdetben szintén csak fogyasztók voltak, csak saját maguknak vásároltak kábítóhatású anyagot. A későbbiekben azonban megállapodtak az elsőrendű vádlottal, hogy egyrészt a kereskedői területet bővíteni fogják, másrészt ők is így jövedelemre tesznek szert. A vádlottak ezt követően 2021 nyarától 2022 januári elfogásukig értékesítették a délbaranyai falvakban a kábító hatású anyagot. Mindezt a tevékenységet 2022. januárjáig folytatták, amikor a nyomozóhatóság elfogta őket, illetőleg őrizetbe is vette. Az elkövetők több bűncselekményt valósítottak meg, többek között a kábítószer kereskedelem büntettét, ennek a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés, azonban a halmazatra tekintettel akár 12 év büntetés kiszabására is sor kerülhet. Az ügyészség a 6 vádlottból 3 vádlottal egyességet kötött, akik a bűncselekmény
elkövetését beismerték, és a bűncselekmény felderítésében közreműködtek. Ezért ők 2 és 3 év közötti letöltendő börtönbüntetést kaphatnak az ügyészség javaslata alapján. Milliókat kértek kölcsön, de sosem törlesztettek. A baranyai nyomozók felderítették a csalást. 3 férfi kezén kattant a bilincs. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói a Mecsek közterületi támogató alosztály munkatársainak segítségével kedden reggel összehangolt akció keretében egyszerre 3 helyszínen, Dunaszekcsőn, Baján és Kölkeden csaptak le egy csaló bűnbanda tagjaira. A rendőrök egy 47 éves dunaszekcsői férfit és 21 éves fiát, valamint egy 38 éves kölkedi férfit állítottak elő a főkapitányságra, ahol mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki. A 47 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy az elmúlt 2 évben különböző pénzösszegeket kért kölcsön egy dunaszekcsői férfitól, akit azzal hidegetett, hogy majd visszafizeti az üzleteiből befolyó pénzből, a háza eladásából, illetve a rokonai által eladni kívánt ingatlanok árából. Mindhárom gyanúsított ellen csalásbüntet elkövetése miatt nyomoz a főkapitányság. Az apát és fiát őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A kölkedi férfi szabadlábon védekezhet az eljárás során. A régió híreivel folytatjuk. Mintegy 2,8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatásból 3 csarnokkal bővül a szekszárdi ipari park. A fejlesztés részeként a hangárok mellett 1,5 kilométer hosszúságú járda és több száz méter közművezeték, illetve térfigyelő kamerarendszer kiépítése is megtörtént. A projekt célja, hogy a területen működő vállalkozások számára korszerű infrastruktúrát biztosítson jövőbeli fejlesztéseik megvalósításához, egyúttal vonzóvá tegye a területet a városba érkező új befektetők számára. Újabb mérföldkőhöz érkezett a szekszárdi ipari park fejlesztése. Az önkormányzat 2,7 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyert a területi és településfejlesztési operatív program pályázatán. A beruházás legnagyobb volumenű része a bontásra ítélt korábbi baraképületek helyén épülő korszerű 3 darab új csarnok, összesen közel 4000 négyzetméter alapterülettel. Az ipari parkban 27 vállalkozás nagyjából 500 főt foglalkoztat, így fontos feladattá vált a működési feltételek javítása. Ezért járda a biztonságos közlekedés érdekében közvilágítás kialakítása vált szükségessé, ezzel együtt parkolókat is létrehoznak. 2 új trafó is épül itt a helyszínen, úgyhogy az elektromosság rendelkezésre fog állni a villany, és gyakorlatilag még annyi, hogy földkábelba lett helyezve nagyon sok villanyvezeték és optikai kábel is, amely által területek szabadultak fel, plusz 3 hektár nagyságrendben, ezáltal hát így a terület is növekedett. Az új A, C és D jelű csarnokok kivitelezése az ütemtervnek megfelelően halad. A beruházás megvalósulását nagyban segítette, hogy a kormány közel 700 millió forint többlet támogatást biztosított a projekthez. Horváth István Tolnavár megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a következő 20 évben Szekszárd a lehetőségek városa lesz munkahelyteremtés, illetve ipari fejlesztés szempontjából. Valóban a szekszárdi gazdaság igényét, lehetőségét, képességét mutatja meg, hogy szekszárdi tervezők tervezték meg, szekszárdi akadták be a pályázatot, és örömmel szolgál, hogy csak szekszárdi vállalkozás, illetve szekszárdi térsége mellévő vállalkozások valósítják meg. Vélhetően szekszárdi vállalkozások is fognak majd ide betelepülni. Mindegyik csarnok minimum 50%-os műszaki készültségi fokon áll, a vasbeton és lemez szerkezetek elkészültek, a tető és oldalfali szendvicspanel elemek telepítése zajlik a munkaterületeken, így a tervek szerint a projekt zárása szeptember 30-áig meg tud valósulni. A rendőrök mindennapjaival is megismerkedhettek az Esőmanok Tolnavár megyei autistákért egyesület nyári táborában résztvevő gyerekek. A fiatalokat a délelőtt folyamán számos programmal várták az egyenruhások, Tolnavár megyei rendőrfőkapitányságon. A helyszínen egy betörésnél, vagy egy eltűnt személynél, vagy báronnal rögzítünk egy szagot, ez a helyszíni szag.
Kutyás rendőrökkel is találkoztak az Esőmanok Tolna megyei autistákért egyesület táborozói, a gyerekek ugyanis a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányságon jártak. Az egyenruhások a fiatalok kérdéseinek megválaszolása után megmutatták nekik a hatóságnál szolgáló ebeket, majd egy bemutatót is tartottak nekik. A mai napon a rendőrségre látogatott gyermekek számára nagyon fontos az, hogy megmutassuk nekik a rendőrség munkáját, hiszen nem minden nap találkoznak vele. Feltehetően az életük során nem lesz olyan közülük, aki majd egyenruhássá válik, viszont nagyon sok olyan élménnyel és tapasztalattal fognak hazatérni feltehetően, amikor majd elmondják a szülőknek, hogy miért is jó a rendőrségre menni, és miért is jó esetlegesen rendőrnek lenni. Az Esőmanók a biztonságos nyaralásról és szünidőről is beszélgettek a közlekedési szakemberekkel. A bátrabbak egy kerékpáros pályán próbálhatták ki tudásukat, a többiek pedig beülhettek a rendőrautókba és felülhettek a rendőrmotorokra is. Akiket érdekelt, egyébként még a fegyvereket is megnézhették. Érdemes ez az egész, mert a különböző programoknak mindig megvannak azoknak a hatásai a gyerekek számára, hogy be tudnak például illeszkedni, vagy tudnak tanulni mindenfélét. Az egyesület már negyedik éve szervezi meg a tábort, mindig próbálják úgy alakítani a programokat, hogy a gyerekeknek olyan élményekben legyen részük, amikben máskülönben nem tudnának részt venni. A többségük nem tud egy többségi iskolában lévő táborba járni, mert ugye nem bírják azt a stressz helyzetet, azt a körülményeket, amit ugye azért ott egy nagy táborban azért 4-500 gyerek is van sokszor, azért az nekik nagyon megterhelő. Az egyhetes tábor során számos helyre ellátogatnak az Esőmanók. A tervek között szerepel bowlingozás, sárkányhajózás és kirándulás is, majd a hetet strandolással zárják. A rekkenő hőségben nehéz megállni, hogy ne használjuk folyamatosan a klímát. Fontos azonban tisztában lenni annak szervezetre gyakorolt hatásával. Akik ugyanis nem megfelelően használják ezeket a berendezéseket, azokra akár komoly egészségkárosító hatással is lehetnek. A közel 40 fokos kinti hőmérséklet mellett az ember nehezen tudja megállni, hogy ne hűtse azonnal sarkvidéki hőmérsékletűre a lakást. De célszerű inkább a szakemberek tanácsait követve végezni a helységek hűtését, ugyanis ezzel elkerülhetőek a komolyabb problémák, amit a túlzott klímahasználat okoz. Oda kell nagyon figyelni, hiszen tekintettel a nagy hőmérséklet változásokra hajlamosak az emberek jóval tovább lehűteni a levegőt, mint ahogy kellene. Tehát általában egy ilyen 8-10 foknál nem lehet hidegebb bent, mint a kinti hőmérséklet. A berendezés tisztítására is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen különböző baktériumok és gombák telepedhetnek meg benne, amik aztán súlyos légúti fertőzést okozhatnak. Ezért, ha használunk klímát, sose felejtsük el, hogy szellőztetni is ugyanúgy kell időnként. Ezzel azt is elkerülhetjük, hogy túlzottan lehűljön a szoba. A klíma ugye keringeti a beltéri levegőt, ezért a kémiai és biológiai légszennyeződések feldúsulhatnak a belterekben, a különböző helyiségekben, és ezáltal még fokozottabban, hatványozottabban betegíthetik meg az ott élőket. A klíma direkt ízületekre sugárzó ugye, légáramlata a különböző ízületi megbetegedéseket is okozhatja. Ez főleg az autóvezetőknél, illetve azoknál fordul elő, akik direkt magukra irányítják a légáramlatot. De szemünk, bőrünk is megsínli, ha túlzásba visszük a használatát. Fontos, hogy klimatizált helységben is ugyanúgy hidratáljunk. Ha ezekre odafigyelünk, bátran élvezhetjük a hűvösebb levegőt a kánikulában is. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Városrésztől rezsitől függ a bérleti díj. Már keresik a pécsi kiadó lakásokat az egyetemisták. Római katonák, patriciusok, plebejusok Pécsen. Szopiánét idézték fel a hagyományőrzők a városban. Egyensúlyban a természettel megvalósítható a fenntartható fejlődés. Kábítószerkereskedői hálózatot számoltak fel Dél-Baranyában. Péntek hajnalban kora reggel még előfordulhat zivatar a keleti észak-keleti tájakon. Napközben még legfeljebb egy-egy zápor alakul ki. Sok lesz a napsütés, a hőség néhány fokot mérséklődik. A mérsékelt szélben 28-33 fok közötti csúcshőmérsékletre van kilátás.
Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!